Szió Fotelnek az ötlete, amiben meghívtalak Lajos, hogy beszélgetünk a szellemiségről természetesen, de mint pszichológus is ugye egy kicsit mélyebben bele fogok kérdezni az élményeidbe, hogy mik vezettek ehhez a gondolkodáshoz, még az is lehet, hogy egy-két olyan gondolkozást is be tudok tenni neked, amitől az önismeret is bővül, tágul, növekszik, hiszen az integrál kör egy olyan kör, ahol megmutatjuk magunkat valamennyire, és a spiritualitást, és a pszichológiát, pszichoterápiát, ugye a személyes részünket, és a személyesen túli spirituális részünket mind szeretjük, vállaljuk, megosztjuk, és emberi mi voltunkban találkozunk. Tehát az az a keret, amiben beszélgetni fogunk. Az első kérdésem hozzád, Lajos, hogy ugye ezen év, talán februárjában ismerkedtünk össze, meghívtál magadhoz, hogy adjam elő neked, és meghívott barátaidnak az integrál szemléletet és a Wilberi létra szintjeit. Hogy kerül a te életedbe és szellemi utatba ez az egész? Ez nagyon hosszú lesz ez a történet. Itt lehet nekem egy picit kalandozni? Lehet kalandozni, lehet. Másfél óránk van. Próbálom kicsit mindig a szót majd elterelni, jó? Mert itt a pszichológus közeledik. Próbálok egy kis távolságot tartani. Kényelemről volt szó, hogy milyen kényelmes ez a fotel, nekem ez borzasztó kényelmetlen. Tehát ide belesüppedni valamibe, ez nekem egy ilyen elviselhetetlen dolog, úgyhogy most próbálkozom uralni magamat, hogy nekem az ülés az valami ilyesmi. Ugye hát életem nagyobb részét lovon töltöm, és nagyon fontos, hogy a gerinc egyenes legyen, és minden ilyen besüppedés az zavar. De így van ez egyébként a tempóval is. Sokan azt hiszik, hogy a gyors tempó a rossz. Mindenkinek megvan egy saját tempója, és minden más, ami attól eltér, az szenvedést okoz, hol kicsit, hol nagyon. Én egyszer elkövettem azt a hibát, amikor a mongol nagykövet asszony a vendégem volt a delegációval, hogy körbevezetem őket a völgyön. Én elindultam, és mire hátra néztem, 15 méterre voltak mögöttem. Ilyen normális... Lehet mozogni? Lehet. Lehet mozogni. Úgy is ülhetsz, mint a lovon. Tehát ugye én így mozgok. Tehát nekem ez a tempóm, elindultam szépen a völgybe, és amikor hátra néztem, a következőt láttam magam után. Annyira elfáradtam, hogy azt nem tudom elmondani. Végig kellett menni ebbe a tempóval, és körbe kellett menni a völgyön, de nem lehet udvariatlan, az ember egy nagy követről van szó. Nem lehet azt mondani, hogy mondj, menjünk már, egy kicsit húzzatok bele. Életem legfárasztóbb, ugye csak a beugró az, hogy valaki tag legyen ebbe az iskolába, az 10 km futás, ami azt jelenti, hogy négyszer kell körbefutni a völgyet. Én megcsináltam a 20 km-t, a 8 kört, és azt mondtam, hogy na, nektek csak 10-et kell menni. Nem fáradtam el akkor annyira, mint ebbe. Ez borzasztó volt. Hihetetlen. És amikor Bence azt mondta, hogy ez egy kényelmes fotel, szerintem ez is egy nagyon nagy átverés. Tehát így ülni, ha megengedik, akkor én megpróbálok. Itt, hogy fészkalódok, helyezkedek, jövök, megyek, magyarázok. Tehát visszatérni az elejéhez ennek a dolognak, ez egy nagyon hosszú történet lesz. Talán azzal indulna, hogy életemben először végrehajtottam azt a három célzott lövést vágtató lóról, aminek következményeképpen mind a három nyilvessző a céltábla közepébe ment, és azt éreztem, hogy ezt nem én lőttem, ez nem én voltam. Valami rajtam átment, valami nagyon, nagyon, nagyon érdekes érzés volt, éreztem egyfajta automatizmust, éreztem egyfajta közvetítő szerepet, éreztem azt, hogy inkább rajtam valami átáramlott, mint hogyha ez az én eredményem lettem volna, és én úgy elraktam ezt az érzést. Mert foglalkoztatott, ha nem én lőttem, akkor kilőtt. Mert azt éreztem, hogy nem élődtem, de ha nem élődtem, akkor kilőtt, és én elindultam ennek a kinek a keresésére, hogy ki az akkor, amikor nem én vagyok, mert hogy azt éreztem, hogy az igazi nagy csúcs teljesítményekben én inkább átadom a robotpilótának a botkormányt, tehát amikor ott van a gép, de hát inkább az a bonyolult leszállást, azt inkább csinálja a robotpilóta és tegye le azt a gépet, és hát ez engem nagyon elkezdett foglalkoztatni. Tehát ez a robotpilóta lenne az a
magasabb én, spirituális én, aki nem te vagy, de mégis te vagy, aki rajtad átlőtt? Hát Bence, azért ülök itt, hogy te ezt megmondd. Én csak... Lehet, hogy kérdésekkel hát, vezetlek oda. Teljes félreértésben van a Bence, hogy majd ő itt engem kérdezget. Majd én kérdezgetek, mondjam meg. Én elmondom egy hétköznapi ember megéléseit, és majd a Bence megmondja, hogy itt mi történt. Én nem tudtam, hogy mi történt, viszont nagyon foglalkoztatott ez a dolog. És nekünk itt volt egy rövid közös utunk, anélkül szerintem, hogy mi tudtunk volna akkor egymásról. Te mikor találkoztásom, hogy Istvánnal? 96 vagy 97. Aha, te akkor te később. Uh-huh. Ez a 90-es évek eleje volt, ez 91-2 uh-huh. környéken lehetett. De onnét tudom, hogy én 33 évesen zárult le aztán ez a spirituális ablak, ami akkor kinyílt. Tehát 93-ig gyakorlatilag ezek a folyamatok lezajlottak. Uh-huh. Azt gondoltam, hogy miután én nagyon be vagyok kötve a múltunkba, én az általános iskolát azzal a gondolatisággal éltem végig, hogy egészen biztos, hogy valamilyen adminisztrációs hiba folytán születtem én ide a 20. században, mert semmit nem értek ezekből, amit itt a tanárok magyaráznak, semmi közöm ehhez a dologhoz. Viszont tele vagyok olyan képességekkel, amivel nem kompatibilis ez a 20. század, és egyfajta vergődés volt az életem mindaddig, amíg nem hoztam egy nagyon határozott döntést, hogy akkor ettől a pillanattól kezdve most elkezdem használni azokat a képességeimet, amiről azt gondoltam, hogy nem tudok szervülni a 20. századba, és ez nyilvánvalóan a maga lovasiászatnak a gyakorlata, illetve az e köré fölépülő struktúra, mert ez is egy fajta hozott anyag. Tehát már eljárt a lovasiászat valamilyen szinten, és éreztem különböző negatív-pozitív energiákat, ez az esemény ez mindig ott volt a fejemben, a kilőtt, és nagyon sok bemutatót csináltam. Egy bemutató során volt egy rettenetesen unszimpatikus néző, aki valahányszor elvágtattam a lóval, mindig valami gúnyos megjegyzést tett, hogy na jó, ekkora cél, a nagyanyám is belelőne ebbe a táblába, hogyha föltennénk a lóra, és hogy miért nem ugratok közbe, és sok volt a pasas, de tényleg, annyira sok volt, hogy így kezdtek az emberek egy kicsit hátrébb húzódni, és én leszálltam a lovamról, oda mentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy nézze, ha ugrósportot akar gyakorolni, akkor akadályokat ugrat, az az ugrósport. A különböző idomítási feladatokat akar végrehajtatni a lóval, akkor az a díjlovaglás, ez a lovasi jászat, de higgye el, hogy ez nem egy könnyű dolog. És odaadtam az íjamat, és mondtam, hogy üljön föl a lóra, és ez sokként érte. Ugyanis nagyon érdekes, ha megfigyelik azt, ami jelenleg a virtuális térbe zajlik. Ott nincs ilyen lehetőség, hogy odaad a pasasnak, hogy öcsém, itt az íjam, ülj fel a lovamra. Uh-huh. Ő kommentel. Bármit lekommentel, bármit leszaroznak. Tehát ahogy Geszti Péter mondta, hogy ez a fika kultúra. Tehát mindent lehet alázni, és ez lesokkolta ezt az űrgét. Akkora volt a pofája, hogy szerintem nem tudott lovagolni se, de hát az íjhoz se, de valahogy fölült erre a lóra. És fölült. Fölült a lóra, és abban a pillanatban a ló dobott egy olyan hátast, gyakorlatilag hanyat dobta magát a ló, és ez az ember, ez a 4,5 mázsás ló alá került, és ott mindenki meg volt győződve róla, hogy meghalt ez az ember. Tehát rázuhant a ló, az íj a darabokra törte, ha. És ott egy ilyen eszméletlen, magatehetetlen fickó feküdt a földön. De ez ennyi volt. Uh-huh. Tehát föltettem a lovamra, uh-huh. és az a ló, ami nekem a mindenem volt, amivel uh-huh. lovasiáztam, egy teljesen szokatlan dolog volt. Uh-huh. Hála jó Istennek néhány bordatöréssel, meg ilyen apróságokkal. Tehát tényleg nem volt súlyos a helyzet. Uh-huh. Tehát még a saját lábán tudott kimenni a völgyből. Amit nem senki nem képzelte volna azt el, hogy az ember onnét a saját lábán uh-huh. kimegy. Érdekes volt ennek az egész szituációnak az energetikai környezete, uh-huh. ami szintén hagyott egyfajta lenyomatot bennem, és maradt egy törött íj, amit én föltettem a padlásra. És aztán teltek-múltak az évek, és motoszkált bennem ez a kilőtt, és én azt gondoltam akkor, hogy biztos van egy sámán. Tehát én a sámánizmus felé indulnék el, és biztos, hogy van egy sámán, aki meg tudná mondani azt, hogy kilőtt. De
hülye gyerekekkel nem fog foglalkozni. Az lesz a sámán, aki megmondja majd a törött író, hogy az íj hogyan törött el. És akkor én a Pap Gábort kerestem meg, hogy Gábor, van-e ilyen ember az ismeretségi körödben, és mondta, hogy, hogy megvan Pap Gábor, művészettörténész, egy kiváló koponya. Mondta, hogy van, ezt Somogy Istvánnak hívják, és hát akkor nem volt mobiltelefon, telefon se nagyon volt, akkor olyan táviratok voltak, akkor eljutott az íj a sámához, aki válaszolt, hogy majd a megfelelő holdállásban majd ránéznek és dobolnak, és stb. Stb. És teltek a hetek, és egyszer csak kapok egy telefont, hogy igen, most megfelelő az időpont, és akkor este ki fognak menni a dobolós csapattal, és akkor rákérdeznek erre a dologra. És Somogy Istvánnak, ugye a szkénének volt ő, az Arvis Ura Színháznak volt ő a vezetője, és ezeket a sámánista elemeket hihetetlen professzionális szinten szőtte bele a színjátszásba. Nagyon érdekes volt az a világ, amit létrehozott. Akkor mi még nem ismertük egymást, de a lényeg az, hogy, hogy egy dobolást csináltak, egy szertartást, egy révülést, és akkor mindenki mondott valamit, és akkor én meghallgattam ezeket az embereket, és volt egy olyan hölgy ebbe a társaságba, aki fél lábbal ebben a világban volt, fél lábbal abban a világban volt, kicsit mint a belenne mindig drogozva. De nagyon érdekesek azok a lények, akik az átjáróban vannak, mert soha nem lehet tudni róluk, hogy hol van, de ezek általában inkább ott vannak, és ő egy elég pontos leíratot adott erről a dologról, és én azt gondoltam, hogy, hogy ez számomra elég hiteles, ez ami ott történik, és akkor én csatlakoztam a Somogyihoz, és jártam Nógrád megyébe, ahova hozták, ez nagyon az eleje volt ennek a dolognak, akkor jött a Honti Laci, Honti Margó, akikkel te később ismerkedtek. Sőt, a Honti Laci neked egyfajta mentorod is? 6 évig volt a mesterem. Igen, tehát ő hozta Amerikából ezeket az indián sámánokat, a tüzönjárást, az izasztókunyhót, és ez nem volt a show része, hanem ezek leszálltak Ferihegyen, beültek egy autóba, és Nógrád megyébe szálltak ki, tehát nem városnézni jöttek ide, hanem hozták a szertartásokat, és hát a Honti Lacinak, Margónak, az Istvánnak valami egészen elképesztő munkája volt, és rettenetesen nagy szeretete, hogy adták át ezeket a tapasztalatokat. Ugye 1990-et írunk a rendszerváltozást, és én ott nagyon sok tapasztalatot szedtem össze, révülések, megváltozott tudatállapotok, az egész életemről nem lehetett tudni, hogy ezt most én álmodom, vagy ez egy valóság. Nagyon erős vizualizációim voltak, és egy teljesen más dimenzióba kerültem, és egy teljesen más rálátásom lett. Talán ezek által a révülések által egy picit, mintha be tudtam volna nézni a kulisszák mögé. Azt az érzést adta. Nagyon, nagyon érdekes volt mindegyik kaland. A lényeg az, hogy aztán ahogy jött ez a korszak, ez véget is ért. Ameddig el lehetett jutni, azt aztán lehet erről a gondolod részletesebben beszélni, hogy az ember itt milyen stációkat jár meg. A legtávolabbi, amíg én eljutottam ebben a dologban, hogy hallottam a hangot, láttam a fényt, de nem tudtam eldönteni, hogy ez belül szól, vagy kívül. Azért nem, mert én semmilyen vallási áramlatban nem vagyok bekötve. Tehát én egy nagyon, mondhatom azt, hogy külső szemlélő vagyok. És mindazok a környezetemben, akik valamilyen vallással már érintettek voltak, azok tudták, hogy ez kívül van. Én viszont elengedtem ezt a dolgot, tehát én szerintem, amennyire egy átlagember el tud jutni, az, hogy hallja a hangot, látja a fényt, de nem tudja azt, hogy kívül szól, vagy belül. De amit hall, azok nagyon fontos dolgok. Tehát nem azt hallja, hogy én vagyok Napóleon, tehát nem erről szól a történet, hanem nagyon fontos dolgok vannak ott, csak nem tudok különbséget tenni a között, hogy ez egy belső monológ, és belülről van a dolog, vagy valahonnét én ezt a dolgot kívülről kapom. Tehát ez az én végtelen tisztességes történetem, vagy ezt elmondom. Ugyanez a helyzet, hogy én mindig éreztem egész életemben azt, hogy egyfajta hozott anyaggal dolgozok, de hogy ennek mi az eredete, ezt soha nem tudtam. Ugye egyszerű lenne azt mondani, hogy igen, az előző életemben én egy nagy harcos voltam ott a népvándorlás korában, hiszen minden jel erre utal, csak hogy semmi ilyen irányú tapasztalatom nincs. A lényeg az, hogy rengeteg
impulzusért. Az életemnek ez egy nagyon meghatározó korszaka volt, megerősített azon a pályán, amin vagyok. Viszont nem igazán tudtam mit kezdeni vele, és akkor a Popper Péter elindított egy szabad egyetemet, és én már ott ültem az első sorba, és áhítattal hallgattam Popper Pétert, aki lenyűgöző pedagógus, elképesztő dramaturgiai érzékkel rendelkezik, és mindig azon incselkedtünk, hogy valahogy az öreget kilopjuk előadás után, és valakinek a közeli lakására még fölcipeltük, különböző élénkítő szerekkel, mint fekete kávét, próbáltuk szinten tartani a figyelmét, mert éjjel kettőig mi még ostromoltuk kérdéseinkkel, mert egy elképesztő ember volt. Igen ám, de hát ő a klasszikus pszichológia egy kimagasló egyénisége volt, és a Piagéi ötemeletes épületet tanította, méghozzá elképesztő jól. Soha nem felejtem el, amikor tanította az ötödik emeletet, a racionális tudatállapotot, meggyőzött mindenkit arról, hogy a 10 éves gyereknél fejlettebb személyiség a világon nem létezik. Ahogy 12 éves kortól elindul a racionalitás felé haladó, a minden addig itt megkérdőjelező attitűd, és ez ott a legnagyobb a lázadás, az igazságérzet, tehát ennyire fejlett személyiség nincs is, mint egy 15 évesnél. És volt egy ilyen hofi vicc, hogy mi leszel, ha nagy leszel, focista, mondja, berévedve a világba, és akkor ezt mondta rá, és ez még felejteni fog. Tehát ez még felejteni fog, ez a 10 éves gyerek. Tehát ez annyira erős volt ez a, annyira erős volt ez a sztori, hogy... Lehet egy kérdés, bocsánat, hogy... Igen? Hogy értem én a viccet, meg tök jó, csak hogy arra mit gondolsz, hogy azért nem olyan könnyű itt élni, vagy ilyesmit. Tehát, hogyha a saját példámmal indulok ki, akkor értem én, hogy ősi, meg előző élet, meg nem tudom, de hogy küzdök én itt évek óta egész életemben, és mégse jutottam valahogy ezzel sehova. Mit nyavajogsz? Hogy kegyetlen az élet. Hogy megszakadsz, mégsem elég a pénzed, és hogy a harcot már nem bírod tovább. Kár sírni, fájni. Megmondtam ezerszer. Mégis esztelen álmokba menekszel. Idilt akarsz? Enye elégiát. Ne bánts, ne gyalázz. Fáradtan, hitetlen, megtettem én már, amit megtehettem. Talán többet, és bár keservesen. És ha én a boldog idére vágyom, azért vágyom rá, mert a vadvilágon nem volt benne részem sohasem. De nem is lesz soha. Hát mit gondolsz, ki boldog? A farkas volna, jobb volna dolga. Vagy ha fűszál, vagy katica bogár. Ami él és mozog, mind úgy küzd, ahogy te. És nem lesz könnyebb sehogy se a rettentő szabály. Volnék bestia. Könnyű volna ölnöm. Volnék fűszál, lapulhatnék a földön, vagy ha bogárszárnyam megmentenem. De volnál csak az. Látnád, amit ma nem látsz, a mindenség kétfelé falja egymást. Az idill szörnyekkel van tele. De legalább nem tudnám, mit cselekszem. Na, a szorongás csak ott volna a szívedben. Nincs biztonság? Sehol az ég alatt. Mi kéne hozzá? Hogy te légy az Isten. Mást mondj! Olyat, ami nem lehetetlen. Megmondtam már. Vállald a sorsodat. Csóris Balázs! Hol hagytuk abba? Ezek után senki emlékszik. Vállald a sorsodat. Popper Péter. Vállald a sorsodat, és hogy fölvittétek a Poppert, beszéltettétek. Igen, igen, igen. Jó, tehát Isten igazából, és nagyon hosszú köröket írunk le, mert itt azzal indult, hogy én meghívtam a Bencét, hogy miért hívtam meg. Azért, mert ez a pszichológiai képzés, amit én általános és valláspszichológiát kaptam, ez nem adott választ erre a kérdésre. Tehát nem kaptam, azt gondoltam, hogy egy ilyen pszichológiai képzés után én választ kapok azokra a kérdésekre, hogy mi történt velem ez alatt a korszak alatt, és nem kaptam választ. Ezek a Popper Péter fejében teljesen szét volt választva a spiritualitás és a pszichológia. És akkor itt jön néhány évtized, és akkor én hallottam a Bencének egy előadását, és akkor elkezdtem nagyon figyelni arra, hogy miket beszél ez az ember, és hogy van egy Wilber nevezetű pszichológus, aki létrehozta ezt az integrál pszichológiát, és végre
össze van kapcsolva a pszichológia és a spiritualitás, és nem egy 5 emeletes épületről beszélünk, hanem egy 10 emeletes épületről beszélünk, és létrejött egy olyan koordinátorrendszer, amin nem csak egy koordinátorrendszer van, hanem most már látjuk azt a kék pöttyöt, hogy ez a kék pötty én vagyok, és meg lehet határozni, hogy hol. És nem az 5. bukdácsolok, hanem lehet ezt följebb vinni. Véleményem szerint ezt a fajta gondolkodásmódot, illetve amit a Bence képvisel, ezt rendkívül fontosnak tartom, mert a Wilber által szűnt meg ennek a két egymástól látszólag nagyon szembenálló vagy eltérő területnek az integrációja, gondolom minnét jön az integrál pszichológia vagy elmélet, ami nélkül szerintem nem lehet egy ilyen koordinátor rendszer nélkül nem tudunk teljes értékű életet leélni, mert valamit le kell tagadni belőle. És a spiritualitásnak véleményem szerint rendkívül fontos szerepe van. Hát ez lenne a válaszom, a rövid válaszom. Na, tehát a 90-es években jártál a Somogyi Istvánhoz, és ő segített, ha jól értem, kifacilitálni belőled, vagy hogy megtaláld ott azt a sámáni énrészedet, amit beleszületett és gyerek óta hordozol, és ami a lovasi jászatban is megjelenik és átjön, és talán az volt a csúcsélményed, ahol ez a legnyilvánvalóbbá vált, amikor először 3 nyilat belőttél a középbe, és érezted, hogy ez nem a kis én, a megszokott Lajos, hanem egy nagy én, egy transzcendens én, amit meg kell, hogy tudjak, hogy az ki. Csod, ki vagyok én a magasabb énbe, ha jól értem? Tehát nagyon sok kérdés volt, én alapvetően egy introvertált gyerek voltam, nagyon erősen introvertált gyerek voltam, és nyilvánvalóan itt, miután egy harci művészettel foglalkozom, a lovasi jászattal, számtalanszor éltem bele magam csatákba, hogy ezek hogy néztek ki, és hogy a következő nagy kérdés a halálfélelemmel volt kapcsolatos, egyáltalán a félelemmel. Aha. A félelemmel volt kapcsolatos, hogy tudunk-e valamit a félelmeinkkel kezdeni, hogy el tudunk-e jutni olyan szinten a saját félelmeink kezelésével, hogy egy élet-halál küzdelembe bemegyünk, mert aki a halál félelmével küzd, az nem tud az ellenséggel küzdeni. Tehát itt valamit létre kell hozni, és én azt mondtam, hogy jó, akkor célozzuk meg ezt. Uh-huh. Hát azért ezek korszakok voltak, itt nem csak arról volt szó, hogy a tűz körül doboltunk, hanem én hozzákötöttem magam a lovamhoz. Egy olyan lóhoz, amin egy kötőfék volt, nem volt kantár, én a kantárhoz kötöttem egy kötelet, meg az övemhez. Azért, hogy a halállal dacolj, hogy átéld a halálfélelmet? Hát úgy közelébe hozott néha. Közel menni a halálhoz. Ez a szituáció, ez úgy közel hozott néha. Mert aztán ez a ló elvágtatott velem, és aztán voltak mindenféle halál élmények, és én kerestem ezt az élményt. Nagyon érdekes, hogy soha nem gondoltam azt, hogy én meg is halhatok végül is. Mondjuk nem a halált kerestem, hanem a halál élményeket kerestem. Úgyhogy jó összejött a dolog, de utólag visszagondolva, hát megmondom őszintén, hogy hihetetlen bátran belevetettem én magam ezekbe, kerestem a halált. Tehát olyan szituációkat kerestem, hogy bele lehet halni. Uh-huh. Nyilvánvalóan, hogy ez a ló környezetében volt elsősorban, hogy nagyon közel kerültem ehhez az élményhez, és akkor ott milyen pszichikai folyamatok zajlanak le, milyen fizikai, tehát az, hogy az izmok hogyan reagálnak, hogy hogyan leszel libabőrös, hogy hogyan blokkol az agyad, és leszel egy ilyen csőlátású, számtalan helyzet volt. De azt nem gondoltam volna, hogy meg is fogok halni, de nagyon sokszor megéltem ezt a halálélményt. Ez a halálélmény, én a halálélménynek a szerelmet találtam meg az életben, ami halálbiztonsággal szedi ki az embert a hétköznapi tudatállapotból. A halálkeresés valamennyivel veszélytelenebb folyamat, mint itt a szerelem. De ott is, tehát ott is az érzelmek olyan szinten veszik át a vezető szerepet, hogy mindenképpen érdemesnek tartottam arra, hogy mélyebben belenézek ebbe a dologba. Nagyon sokat dolgoztam azon, hogy én egy bátor ember legyek, uh-huh. semmilyen halálfélelem ne legyen benne, egyáltalán ne féljek semmitől, jelentem, ez nem sikerült. Uh-huh. Ugyanolyan beszari ember vagyok, mint voltam, nem változott semmi. Annyival mentem közelebb a dologhoz, és most nagyon őszintén mondom, hogy nem tudom, hogy van-e olyan módszer, ami ezt a halálfélelmet megszünteti, ez egy nagyon nagy kérdőjel bennem. Egy biztos, hogy van, az, hogy van valami érzelem fölötte. Uh-huh. Tehát a halálfélelmemet az győzte le, hogy kíváncsi voltam, hogy mi történik. És aha. ez a kíváncsiság, ez elősebb volt annál, mint hogy én attól félek, hogy itt meg fogok halni.
a kíváncsiság. Vagy kinek drágább rongy élete, mint a haza szeretete. Tehát, hogyha ha hazám szeretete erősebb bennem a halálfélelemnél, akkor én bemegyek a csatába, és ott meg fogok halni, és ezek a dolgok teljesen rendben vannak. Tehát azt kutattad, hogy mi lehetett az, ahogy az ősi harcosok meghaladták a halálfélelmet? Én most arra gondolok, hogy volt a fölött valami. A fölött, aha. Így és van. Azzal mentek. Így van. Tehát nem úgy aha. mentek, hogy nem félnek a haláltól. Hanem, hogy félnek. Hogy nem és ugye itt egy pszichológussal ülök, ezért nekem borzasztó nehéz, meg tudom, hogy többen is vannak itt pszichológusok. Nehéz előre a dolgról beszélni, de én azt a tapasztalatot szűrtem ki ezekből a kalandokból, hogy ez nem igazán megszüntethető, meg arra is rájöttem, hogy nem is egészséges. Tehát megmondom őszintén, nagyon egészségtelen életet éltem ott a hozzákötve a lóhátát, mert rengetegszer összetörtük magunkat. Tehát ez nem a hosszú egészségnek nem ez a záloga. De az egészséghez szerintem hozzátartoznak a félelmeink. Mindenképpen azon dolgozni kell, hogy a teljesítményünkbe ne jelentsenek gátat. Tehát mindaddig a félelemmel nincs probléma, amíg engem nem gátol a teljesítményemben. Ha igen, akkor a Gánti Bencihez kell fordulni, vagy hasonló szakemberekhez. Hadd kérdezzek valamit. Ugye említetted, hogy itt pszichológus előtt ülsz, meg lehet, hogy több pszichológus is van, és hogy ezért te... Ezt félelemmel töltel. Félelemmel töltel. Így van. Mitől félsz, Lajos? Viccelek. Ha mondjuk mi itt mind pszichológusok lennénk, és te itt beszélni előttünk, akkor... Nem viccelek csak. Aha, jó van akkor. Aha. Mert hogy engem az érdekel ebbe az egész halálélmény témában. Itt több történetet behoztál, megkínáltál minket vele, és szeretném, ha egy-kettőnek elvarnánk a szállát, tehát végigbeszélgetnénk. Különösen, hogy ott mi történt, mi az a belső alkímia, amit a lelkedben, pszichédben történt, és ami ugye formálja aztán azt, aki ma a Lajos, és a világlátásod. És az üzeneteid, amit a népünknek és a világnak adsz, azok ugye mind a saját élményeinkből jönnek. Az egyik, amire vissza szeretnék térni, az eltört nyíl, hogy te azt elvitted a Somogyihoz, hogy elküldted. Pap Gábor elvitte a Somogyihoz. A Somogyinak doboltak. Doboltak, és mi lett a vége? Ezt nem emlékszenek rá? Hát ezt elmondtam. Nem, elkalandoztunk. Nem kalandoztam. Volt egy lány. Igen. Te legyen olyan kedves a... Másik mozaikban volt. Melyik volt? Tessék elmondani. Segítsen egy kicsit, legyen szíves. Volt egy hölgy. Hogy? Igen, hát van, aki figyeli. Na, ha én nem is a pszichológus, de... Igen, tehát de emlékeznek rá, tehát többen vettek részt a dobolásban, mindenki elmondta azt, hogy mit élt meg ez alatt, és volt egy lány, aki nagyon pontosan mondta el azt, hogy mi történt. És ez nekem meggyőző volt. Neked meggyőzött arról, hogy? Hát nem egy kamu, aszfalt sámán, hülye gyerekek gyülekezete. Tehát azért nagyon, legyünk nagyon óvatosak, mert eldobsz egy követ, egy ilyen hülyét találsz fejbe ma. És azért nem gyerekjáték. Tehát a hölgy az, hogy el tudta mondani neked a révülésében. Ez engem meggyőzött arról, hogy azok a folyamatok, amik sámánizmus szűrcsolatok zajlanak. Így van, ez meggyőzött arról, hogy ez egy hiteles társaság. Igen. És attól a pillanatok ez a személyesen is meg tudtam győződni, hogy a Somogy István rendelkezik azokkal az energiákkal, amik képesek ezt a megváltozott tudatállapotot létrehozni. És ha meggyőződtél utána, mire használtad ezt a meggyőződésedet? Hát én mindig nagyon határozott elképzelés mentem, ugye szűz vagyok, a szűz a mérlegben, tehát még az is patika mérlegen van, és én mindig elhatároztam azt, hogy most el fogok menni, dobolunk, révülünk, és egy nagyon határozott elképzelésem van, hogy én mit akarok megtudni, és hova akarok eljutni. Tehát te magad elkezdtél révülni járni. Igen. Az Istvánhoz, miután meggyőződtél, hogy ez hiteles, behoznál esetleg egy ilyen révülés élményt, hogy mit éltél meg? Tehát bízom, lehet igen, de meghívlak erre. Összejött a doboló csapat, és ennek a társaságnak volt egy tagja, egy nagyon jó barátjuk, aki beteg. Uh-huh. Nagyon beteg, és az volt a feladat, hogy a révülésben segítsük az ő gyógyulását. Uh-huh. És a révült állapotban egy fehér lovon ülök a bazilika környékén, és bevágtatok ezzel a lóval egy ilyen széles
kapuajba, és felmegyek a lóval az első emeletre, uh-huh. és az első emeleti ajtót ez a ló berúgja, és én belépek az épület folyosójára, ezek a régi bérházak, ahol ilyen magasak a... Ezek a képek hiperrealisták. Tehát az, amit én most itt látok, az egy sziluettje annak, amikor egy ember egy ilyen állapotban van, mert az információknak olyan mennyisége jön be minden csatornán, nem csak vizuálisan is, hogy ezek egymást erősítő folyamatok. És azt látom, hogy egy konyha helyiségben tőlem balra fekszik egy ember, akinek szét van rohadva a hasa, és így a belei folynak ki. Uh-huh. Tehát mondhatjuk azt, hogy rossz állapotban volt ez a fiatalember. És akkor én fölkaptam a lóhátára, fölkaptam magam mögé, és azzal a lendülettel a szemközti ablakon kiugrattam a lóval. De nem az utcára zuhantam, hanem Budapest fölé emelkedtem, és ahogy emelkedtem ezzel a lóval, ezzel az áldozattal, láttam azt, hogy a várost egy ilyen burok veszi körül. Ez olyan burok volt, mint amit a smog. Tehát egy vizuális kép, mint hogyha egy ilyen smogba mennének az emberek, de igazából ez egy ilyen depressziós, inkább lelki smog volt, mint fizikai. Uh-huh. Tehát ilyen szar az élet. Uh-huh. Tehát ilyen búvalbaszott emberek mentek az utcán, akik uh-huh. meg voltak győződve, hogy nagyon szar hely ez a Magyarország, és hogy nagyon... És akkor azt mondtam, hogy hát itt nincs menekvés, hogyha ezt a lelket nem hozom innét el, akkor ennek esélye sincs a gyógyulás, és leröpültünk a völgybe. Aha. És leröpültünk a völgybe, és kiszedtem belőle a betegséget, uh-huh. és betettem a célba, uh-huh. és elvágtattam a lovammal, és bám, belelőttem ebbe a trutyiba. Uh-huh. Egy ilyen szurokszerű anyag volt. Uh-huh. És ahogy becsapódott a nyilvessző ebbe a szurokszerű anyagba, ahogy Lár András mondta, ez nem dönök, csak slutyog, megvan a... hogy bele slutyant, és így szépen így beszippantotta a vesszőt, és így eltűntek a nyilaim. És mindig, amikor, és ez egy nagyon fontos lélektani pillanat, itt jön rá a révülő, hogy azok a... Ezen a fizikai léten jól működő gyakorlatok azon a részen nevetségesek. Tehát az a világ, az nem így működik, hogy én oda teszem, tehát hogy én a bacillust legyőzöm, nem. Tehát ez ott látszott, hogy a Kassai Lajos teljes eszköztár alkalmatlan ennek a csatának a megvívására. És akkor mindig volt egy ilyen magasabb fokozat, hogy közben én rájöttem arra, hogy mekkora marha vagyok. Tehát, hogy én viszem magammal a kis sztereotípiámat, azt mindent le kell vetni, uh-huh, uh-huh. és egy teljesen más struktúra jön, és akkor én a segítő állatát, volt ennek az embernek egy úgynevezett, most úgynevezett, hát amit én láttam ezen, hogy ez a lény, ami gyakorlatilag, aminek ez az ember az avatárja volt, az egy olyan rossz állapotban lévő valami volt, hogy én nem ismertem föl, hogy ez növényi vagy állati. Tehát nem tudtam beazonosítani egy nagyon rossz állapotú valamit. Egy dolgot láttam, hogy ez már nem akar élni. Aha. És én visszajöttem a révüléssel, és ment körbe, ezért hát a Jóska már jobban van, átküldtük az energiát. Mondták a többiek? Igen. Mondták a többiek. Jobban van. Meg fog gyógyulni a Józsipe. Jó, jó, igen. És ezt mindenki elmondta, és azt mondta, hogy meg fog halni. És nem lettem népszerű ezzel mondattal, de meghalt. Rövid időn belül. Tehát nem lehetett. Na most ugye én nem egy sámán tanonc vagyok, én egy harcos vagyok, nem egy sámán vagyok. Én nem azért mentem oda, hogy én ilyen irányi tudást összeszedjek, de azt láttam, hogy ez egy működő rendszer annak, aki érti ezeket a jeleket. És aki nem ilyen hülyén megy bele, mint én, hogy fogalma nincs, hogy mi merre van. És én azt gondolom, hogy régen a tátosok azok adhattak eligazítást, hogy amikor ezt látod, amikor ez történik, amikor ez van. Most én láttam azt, hogy ez egy létező, működő világ, de ennek a megismerése az
az én életem az nem arról szól, hogy én ebbe az irányba elmenjek. Uh-huh. Ez egy nagyon izgalmas dolgot. Ez egy, de aztán még nagyon sok ilyen dolgot tudnék mesélni. Ugyanakkor nem véletlen, hogy ilyen képességed van. Ne, nincs ilyen képességem. Tehát ez nem, ez így megtörténhetett egy elrémülés. Inkább így fogalmazom. Hát én azt gondolom, hogy azok a hatások, amik ott értek, a jó időben, jó helyen, jó uh-huh. ember talált meg uh-huh. ez a dolog. Ez egy korszaka volt az életemnek, értem. Egy nagyon intenzív korszaka volt. Rájöttem arra, hogy itt a kulisszák mögötti világ az teljesen másképp működik. Uh-huh. Lényegesen jobban működik, mint ahogy mi azt elgondoljuk. Tehát az eszköztár sokkal kifinomultabb ezen a területen, uh-huh. akár a gyógyítás, akár bármilyen téren, de egy biztos, hogy az a szent cél, amivel én bementem ezekbe a révülésekbe, hogy én mi az, amit meg akarok tudni, az első pillanatban nevetségessé vált. Uh-huh. Soha nem azt kaptam, amit szerettem volna, viszont mindig valami fontosabbat kaptam, mint amit szerettem igen. volna. Ezt el tudom mondani. Tehát ez a rendszer, ez jobban tudta azt, hogy nekem mire van szükségem. És én mindig belebuktam a saját kicsinységembe. Aha. Tehát mindig az, hogy amit én ott elképzeltem, miután kijöttem, hogy uram, atyám, hát ciki. Uh-huh. Belelőni, nyilazni ott ezért azt a szurkot, és attól azt remélni, hogy most ez jobban lesz, ez a pasas. Tehát, hogy és mindig belefutottam ebbe, és mindig jött egy ilyen nagyon kiózanító dolog, és mindig azt éreztem, hogy az az erő, amivel én kapcsolatba kerültem, vagy ez a történés, vagy bármi, ez sokkal jobban tudta azt, hogy nekem mire van szükségem, mint én, mert uh-huh. sokkal hasznosabb tulajdonságok. Tehát ahhoz az életúthoz, amit én bejárok, ahhoz mindig valamit hozzá tudott tenni. Uh-huh. Még egy picit visszamehetünk ebbe az élménybe, mert kíváncsi vagyok egy részére, ha megengeded. Ugye úgy is tekinthetjük ezt, mint egy videoklipet, ahogy elmesélted, hogy milyen sok része van a jelenetnek, ahogy ott van ő ilyen kiterült béllel, most körülbelül mondom, aztán... Szagok. És szagok is szagok. Voltak. Tehát szagoltak már öreg asszonyt? Szagoltó. Idős öregasszony. Van egy ilyen szag. Szagoltak aha. már olyan idős öregasszonyt, aki a halál előtt van? Hm. Szaguk van. A halálnak van egy szaga. És ezt érezted? Akkor van a pesti kapualjaknak egy szaga. Ezek szagok. Uh-huh. Tehát az ingereknek olyan intenzív és mennyiségű, magából egy ingerből le tudod vezetni a sztorit. Aha. De nem csak vizuálisan, igen. de a vizualitás is nagyon erős. Tehát uh-huh. Itt szerintem az agy egy olyan felfokozott működésben van, amit véleményem szerint hosszantartóan nem tud, hiszen ennek a közösségnek azért jelentős része pszichiátrián végezte, azért azt mondjuk el, nem kevesen. Most ebben nem akarok belemenni. Életveszélyes maga ez a sztori, ugyanis hogyha te úgy mész bele, hogy jaj, de jó pofa, engem ez érdekel, de csináljuk, ott doboljunk, akkor menjünk tovább. Ott a biztosítékot ki lehet csapni. Tehát ez nem egy játék. Nekem az volt a szerencsém, hogy nekem ezzel dolgom volt. Uh-huh. Nekem ezzel határozott dolgom volt. Tehát én nem bugyuta bármennyire is volt magához a transzcendenshez képest az én elképzelésem bugyuta, de uh-huh. nekem volt egy elképzelésem, hogy azt gondolom erről az elképzelésen, hogy ezen a világ, ahol most itt vagyunk, ez megállja a helyét. Ez ott nem állta meg a helyét. Uh-huh. Na most, ha úgy megyek bele, hogy itt se állja meg a helyét, értik, amiről beszélek? Tehát belemegyek egy spirituális szituációban úgy, hogy itt sem állom meg a helyem. Na, nagyjából így tudnám ezt megfogalmazni. Tehát szarú vagyok ebben a világban, nem találom a helyemet ebben a világban, hát majd a spiritualitás uh-huh. megadja. Nem adja meg. Tehát uh-huh. életveszélyes lesz a dolog. Uh-huh. Hát ha nem állok szilárdan itt, ebben a világban, akkor én ott el tudok veszni. Igen. Mert be tud szippantani, és azt érem el, hogy bizonytalanná válok még inkább ebben a világban, ahol most vagyok, mert azért ennek megvannak a maga szabályok. Tulajdonképpen itt hozott be azt a elvetem, az integrálban nagyon fontos, hogy a személyiséget meg kell csinálnunk erősre és egészségesre, ha nagy spirituális dobbantást szeretnénk csinálni, vagy nyitást. És ugye a Wilberi tíz színnek az első három szintje erről szól, hogy szinte mindannyian hordozunk sérült énrészt, leragadt énrészt, szülői mintákat. Akkor is hordozzuk, ha nem vagyunk klinikai esetek. Tehát normál esetek tömege, mint önismeretért kiállt, akkor, ha spirituálisok akarunk. Ez az új paradigma. Mert ugye a régi paradigma az, hogy légy spirituális, de felejtsd el a pszichológiát, mert a hülyeség. Nem.
előfeltétele a személyiség megdolgozása, ha érett spiritualitást akarunk. Ez egy nagyon fontos dolog, amit a Bence elmondott. Hányas szint az a történet, amit én elmeséltem? Hányas szint ez lehet? 8-as. V8. Az a vizionárius. Ez abszolút jó. Tehát ez egy 8-as szint. Most képzelnek el egy olyan embert, akinek elakadásai vannak 3-as, 4-es szinten. De komoly elakadásai vannak 3-as, 4-es szinten, és berántják a 8-asba. Törvényszerű a biztosíték lecsapása. Tehát amit a Bence mond, attól fontosabbat én nem tudok. Végig kell járni, tehát nem lehetnek elakadások, nincs az, hogy a 3-asban, 4-esben el vagyok akadva, nincsenek hullák az alaksorba, nem szivárogott föl a hullaszag, hanem az le kell menni a pincébe, a hullákat ki kell takarítani, rendet kell rakni, mert amíg, tehát hiába megyek én egy emelettel följebb, a bűz utol fog érni. Értik ezt? És minél magasabban megyek, ez annál rohadtabb lesz ez a feladat. Nekem le kell menni a pincébe, a hullákat szépen onnan ki kell pakolni, rendet kell tenni, mindegyik emeleten rendet kell tenni, és hogyha az 5 emelet rend van, akkor tudok menni egy 6. emeletre. 6. emeleten rend van, tudok menni egy 7. emeletre. A problémákat ezekkel a zárspiritisztákkal, mert ez egy divat lett, tehát ez egy ilyen játék lett. Hozzáférhetnek szerintem a módszerekhez, véleményem szerint, hogyha magát a praktikumot megtalálja, akár meg tudja csinálni ezeket az emeletugrásokat is, de nem az a lényeg. De a munka a lényeg, az a munka, hogy én végig dolgozom. Nekem az volt a szerencsém, így utólag, mint kiderült, hogy nekem az alsó szintek rendben voltak. Legalább olyan szinten, legalább most mondom egy pszichológusnak, hogy rendben voltak az alsó szintek. Ki tudja, hát, tudja, hogy na, beszélgessünk egy kicsit. Na, én azt gondolom, hogy igen. Tehát nem, nekem nem voltak elakadásaim, nem voltak traumáim, nem volt semmi olyan. Tehát nincsenek hullák az aragsorba, be tudtam menni ebbe a sztoriba, és tudtam aztán szinteket lépni. Nagyon erős egy ilyen intenzív korszak az ember életének, és az élete végéig meg tud élni belőle. Uh-huh. Tehát ad egy olyan indítatást, ami bekerül egy struktúra, ez olyan, mint mikor tesztlapoknak volt egy olyan ellenőrzése, hogy rátette ezeket a lyukacsos papírokat, és hogyha ott volt az X a lyuk alatt, akkor... Tehát van egy élethelyzet, és akkor nekem van egy ilyen sablonom, amit rá tudok tenni, és akkor minden stimmel, akkor rendben van. Igen. Ezek a sablonok onnét jöttek, hogy most aztán ez hogyan működik, közösségben rettenetesen fontos. Tehát azért itt egy közösségépítésről van szó, emberekről van szó, tanítványokról van szó. Beszéltünk, mindenki kérdezi, hogy akkor milyen meditációk, meg spiritualitás van. Húzd meg a hevedert. Állítsd be a kengyelhoz. Tehát, hogy itt szépen haladjunk lépésről lépésre, és ne kezdjük azzal, hogy dobolgatunk és révülgetünk, mert ezeknek az alapoknak, de ez nem szimpatikus ma. Tehát ez nem szimpatikus. Amiről én beszélek, hogy a hullákat szedjük ki, és menjünk le az arra, nem. Ő menni akar egy másik szintet, és ezért hajlandó anyagi áldozatokat is tenni. Na most a másik... És erre vannak vállalkozó sámánok, akik ezt megteszik, jó pénzért természetesen. A másik élményed, amit rá szeretnék kérdezni, amikor először belőttél, hátrafele, ha jól tudom. Nem, előre oldalra hátra. Előre oldalra hátra belőttél, és azt érezted, hogy ez nem én vagyok, nem én csináltam, igaz? Ez az élmény. Tudod-e a Wilberibe hova tesszük, vagy hogy hívjuk? Ezt még nem beszéltük. Én nem ismerem a rendszert magát, csak a Bencét. Én a rendszer gazdával vagyok jóban. Én megprogramozok. Úgy ismerem, hogy... Egy kicsit behoznám a flow fogalmát, az áramlás fogalmát, mert ugye ez a Csíkszentmihályitól ered, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy egy Amerikába szakadt magyar, erdélyi magyar termékenyítette meg a világot a flow fogalmával, az áramlás élménnyel. Azt lehet mondani, hogy ez egy áramlás élmény volt Lajos, viszont a Csíkszentmihályinak az áramlás fogalma megáll a Wilberi rendszerben a V6 tetején, a Wilberi hatosnál, tehát amikor elveszted a személyes egót, elkülönését a világtól, egyé válsz a világgal,
és ugye áramlásban vagy, nem működnek a gondolatok, mert leálltak, végre csend van, és egy vagy azzal, amit csinálsz. Ez a Csíkszentmihályi flow. De én azt gondolom, tapasztalom, dolgozunk is vele, hogy ahhoz ahogy ez megtörténik, sok embernél azonnal átcsap abba, hogy azt érzi az ember, hogy ezt nem ő csinálja, hanem egy felsőbb csinálja. És abban a pillanatban, hogy ez az élmény is belekerül a flow-ba, az már nem a V6-os flow, hanem ott indul a transzpersonális, a V7. A V7-nek a lényege, hogy egyszer csak intuitíven ráérzünk arra, hogy van egy láthatatlan spirituális mező, egy nagyobb valóság, de még ebben a világban vagyunk, tehát a szemünk ezt a teret látja, a fülünk ezt hallja, viszont a szívünk, az intuíció érzékszerve és a tudatunk érzi, hogy hop-hop-hop, ez már nem én vagyok, itt valami nagyobb van. Tehát szerintem te ebbe kaptál beavatást, én ezt úgy hívom, hogy spirituális flow, vagy S-flow, tehát így egésztem ki a Csíkszentmihályi flow-t, és ma ugye nagyon sokat dolgozunk a mezővel, a családállítás, vagy nem csak család, hanem bármilyen állítás, lecsatornázni a mezőt, pontosan ezzel dolgozik, tehát a mi fogalmainkba, a Wilberi keretrendszerbe, ugye neked egy brutálisan erős, szintiszta, beavató V7-es flow élményed volt gyakorlatilag itt. És az pedig ugye a V8, amikor vizionárussal meg tudtad nézni, hogy az illető szellemtestével mi volt, és láttad, hogy ez kampec, és te tudtad a csoportból, hogy ő meg fog halni. Hát az az élmény, amit én megéltem, tehát én végigjártam ezt az utat, az az élmény, az egy nagyon biztos információ volt, hogy ez nem fogja túlélni. Ami nagyon szépen el volt mesélve ebbe a történetbe, igen, hogy ott már nem tudok mit kezdeni ezzel a lényeg. Van még egy nagyon fontos dolog véleményem szerint, igen, mert nem tudjuk csak az egyént nézni. Hogyha azt mondom, hogy huszár lép C4-re, ez nem jelent semmit. Most mindig az egyénről beszélünk, most mindig azt nézzük, hogy huszár lépett C4-re, és akkor tudjuk, hogy a huszár C4-re lépett, de amíg nem ismerem a játszma állását, az összes figurát a saktáblán, nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem. És ez a lényeg, legfontosabb dolog. De mi van akkor, hogyha nekem küldetésem van? Mi van akkor, hogyha én azért születtem erre a világra, hogy a lovasi jászatot és a lovasi jászaton keresztül egyfajta életérzést, információt behozzak ide a 21. században. Mert hogyha ez van, hogyha létezik küldetés, akkor ennek a küldetésnek ezek stációi. Tehát nem biztos, hogy arról van szó, hogy egy ember az végig akar menni egy ilyen úton, hanem van egy ember, aki végigmegy ezen az úton. Azt nem tudom, hogy nekem van-e küldetésem, de azt tudom, hogy nekem küldetéstudatom van. Tehát amit én elmondtam itt, én erről meg vagyok győződve. Úgy, hogy nem tudom, hogy van-e ilyen, de ezt én érzem, hogy én azért születtem ide, hogy ezt a fajta életérzést, amit a lovasiászat jelent, az ehhez kapcsolódó filozófia, mindaz itt valahogy a 21. században magán, ezen a harcművészeten keresztül egyfajta gyökeret verjen. Én azt gondolom, hogy nekem ez a küldetésem, ezt soha ne vegyék komolyan, ez épp olyan mese, mint az egész többi, amit elmondtam. De ezzel az érzéssel, hogy én ezt úgy érzem, hogy nekem küldetésem van, csak ezzel az érzéssel magyarázhatók ezek a folyamatok. Ugyanis, hogyha ez nincs meg, a belső túl kevés ehhez. Mert úgy képzeljük el az embert, hogy van az ember, én szerintem az ötös szint az rendben van. Az ötös szintig többé-kevésbé azt mondom, hogy egy normális ember normális környezetbe eljut. A többi öt már nem az. A többi öt már nem az. A mai korunkban. Igen. Mai korunkban, ezt tegyük hozzá. Tehát az 3000 évvel ezelőtt szerintem a 4-es volt a vége. Így van. Ugye? Így van. Tehát azért itt pár ezer év alatt fejlődtünk. Most ezek kultúrkorszakok is. Így van, kultúrkorszakok is. És azt most lehet érezni, hogy most itt a 6-os szintbe kukucskálunk be, tehát lehet érezni a toleranciát, az empátiát, érezhető ez a dolog. Tehát itt egy világ ilyen szempontból a szellem nyit, de és elképzelhető lesz, hogy miután az emberiség egészen ezt megéli, ugyanúgy hozzá fog kapcsolódni, mint a Piaget-i ötös, hozzá fog ez a hatos kapcsolódni. Ezt mondja a Wilber is, már statisztikák is vannak, hogy hány százalék van még szinten. Ma még ezért meg kell dolgozni, és itt vannak a különböző lehetőségek, de az, hogy
Én nem zárnám ki a küldetésnek a lehetőségét, mert ezen keresztül bizony jobban magyarázhatóak bizonyos dolgok. Ugyanis az, ha öncélú az az egész, akkor az megint egy másik történet. Tudod, melyik szónál csettintettél? Melyik nem. Tudod, hogy csettintettél így? A pszichológussal ülök. Pszichológussal ülök egy... Ami lehet, hogy visszajelzés neked, ha meghallgatod a pszichológust, hogy csettintettél egy nagyot, annál azt szólnál, hogy életérzés. És ott valamit a testeddel lekommunikáltál nekünk a csettintéssel. Hát ez egy jó dolog, nem? Na milyen? Na ez, erre vagyok kíváncsi, hogy milyen érzés. Jó, nagyon jó. Milyen életérzés? Milyen életérzés? Azt mondtad, a küldetésed, amit ne vegyünk komolyan, de azért van, hogy ezt az életérzést közvetítsd a mai korban. És megemelted így a válladat, mintha csak a lobon nem ülél. Tudom. Aha, nem tudom. Tudod. A testet tudja, az megmondom őszintén, nem tudom. A környezet visszajelzésekből lehet letapogatni, hogy milyen hatások vannak. Tehát én egy olyan eszköz vagyok, amiről pontosan nem tudom, hogy most milyen hatásokat fog kivált. Tehát azt nézem, hogy valamit csinálok, és akkor az a környezetemben milyen hatást vált ki. Akkor megint csinálok valamit, megint van egyfajta környezeti hatás, és mindig... És a környezeti hatásból látod, hogy mi az életérzés, amit közvetítesz? Most nem tudom, látta valaki a Gulyás Mártonnal való riportot? Tegye föl a kezét. Gulyás Márton, Kassai Lajos. Mi jött át ebből? Meg tudná valaki fogalmazni? Leültem egy emberre beszélgetni. Meg tudná mondani valaki? Hogy? Micsoda? Nem. Okos vagyok. Ez jó. Ilyeneket mondjanak. Jó. Okos. Tolerancia, közelítés. Én nekem van egy elképzelésem a mesterről. Tehát a lovasi jászat az egy harci művészet, és itt van a mesternek szerintem egy olyan kulturális szerepe, amit a nyugati világban nem tud betölteni, csak keleten. Mert keleten egy mester, hogyha mondjuk van egy japán harcművészeti mester, az a nemzet lelkével együtt dobog, és egy ritmusban van, és mindig képes, nem az aktuál politikában, tehát kizárólag, tehát az aktuál politika ki van zárva ezen a területen, de mégis tud tenni, mondani olyan dolgokat, ami a nemzet számára fontos. Uh-huh. Na most, amikor egy japán mester átjön ide, akkor az egy japán identitás, nem egy magyar. Értem. Most én egy olyan mester vagyok, akinek magyar identitása van, és én elmondtam itt ezeket a betegséget, aki esetleg nem látta ezt a riportot, csak gyorsan, hogy értsük, miről van szó. Az eketalp betegség akkor alakul ki, amikor sokat szántanak egy területet. Az eketalp nyomja az altalajt, és ez a nyomás, ez egy folyamatos nyomás által létrejön egy zárvány a felszín és az altalaj között. Ez a zárvány nem teszi lehetővé a talaj rétegek közti átjárhatóságot. Ha van egy nagy zápor felhőszakadás nyáron, akkor ez a nagy mennyiségű víz, ez emiatt a zárvány miatt nem tud elég sebességgel leszivárogni, viszont a nap felszárítja. Tehát, hogyha nincs ez a zárvány, akkor a lemegy az alsó rétegekbe, és megőrzi a talaj a nedvességet, de a mikroorganizmusok minden. Tehát a magyar kulturális élet ebben az eketalp betegségben szenved, mert a kulturális rétegek közt már nincs átjárhatóság. Ez egy nagyon nagy probléma. Ez szerintem a legnagyobb problémánk. Tehát én látok egy ilyen problémát, és akkor ahogy indul ez a riport, hogy belenéztem a távcsőbe, és a magyar univerzum legtávolabbi bolygója számra Gulyás Márton volt. És én meghívtam a Mártont. És egyébként ez egy folyamat. Tehát itt nem az volt, hogy a Márton, hanem egy folyamat. Én évente olyan 8-10 embert hívok meg, szeretettel vendégségbe, kizárólag olyan embereket, akik teljesen másképp gondolkodnak a világról, mint én. Tehát lehetőleg egy teljesen más politikai, filozófiai, nemi identitású ember legyen, tehát nagyon nagy eltérés legyen, és én azt mondom, hogy üljünk le, és kulturáltan, emberi módon beszélgessünk, és én a Mártont meghívtam, a Márton nagy tisztelettel ezt elfogadta, és egy rendkívül kulturált beszélgetést, hát majdnem egy napot végig beszélgettünk, borozgattunk. És ebből láthatunk egy másfél éves felvételt, nem? Nem, mert utána mondta a Márton, hogy akkor csináljunk erről egy filmet, és akkor amit önök láttak, ez a film.
De ez nem csak a Márton van, hanem folyamatosan, én most nem akarom ezeket az embereket kiadni, ugyanis ez az eked a betegség problémáit, nem tudunk már leülni olyan emberrel, aki teljesen másképp gondolkodik, mint mi. Vagy azt tehát, hiszük, hogy nem tudunk, de tudunk. Tehát te azt mutatod meg, hogy lehet. Ezt látjuk. Tehát gyakorlatilag most van egy olyan kép, hogy itt föláll a két politikai ágyunaszád, és nagyjából folyamatosan tűz alatt tartják egymást, és Isten igazából az altalaj, tehát hogyha már nézzük és boncolgatjuk az altalajról, én azt gondolom, hogy az altalaj a hagyományokkal, az ősiséggel, a régi értékekkel való kapcsolat, én az altalaj embere vagyok. Tehát én onnét merítkezem és onnét hozom föl. A felszíne azt gondolom, hogy a liberalizmus, a folyamatos mozgás, az új keresés, és ennek a két erőnek a harmóniája tud csak egy élhető társadalmat létrehozni. Tehát én egy olyan társadalomban hiszek, ahol a hagyomány és a modernitás szinkronban van egymással. Tehát én úgy tudok hagyományos magyar értékekben élni, mint például a lovasiászat, hogy közben 100%-ig 21. századi ember vagyok. Na ez, azt gondolom erről például, hogy ez az én lényemnek talán túl azon, hogy én itt lovasiászgatok, ez egy fontos szerepe, és azt gondolom erről a filmről, hogy ez egy pozitív hatású film. Ennek a filmnek az, hogy most már itt több mint 250 ezeren látták, biztos, hogy közvetíti ezt a fajta gondolatiságot, amit én hozok, és hát a Gulyás Márton rendkívül intelligensen, abszolút tényleg annak ellenére, hogy egy univerzum választ el bennünket, mégis kultúráltal le tudtunk ülni és beszélgetni, és barátsággal tudtunk elválni. És talán ez a fő üzeneted, nem? Meg ez az életérzés, hogy beszélgessünk olyanok, akik nagyon másképp gondolkozunk, kulturáltan, barátságban. Nekünk nem egyet kell érteni, hanem együtt kell élni. És ezt kell tudomásul venni. Tehát ez már az együtt lét tehát veszélyezteti ez a hangulat, ami kialakult. Aha, igen. Tehát rossz a hangulat. Igen. Tehát most választások lesznek, és őrületté fog ez az egész igen. átalakulni. Én hiszek ebbe a homeopátiás, nem abban, amikor film készül, hanem csak leülünk és beszélgetünk. Szerintem ennek nagyon nagy ereje van a társadalomnak. Így van, kommunikáció. Így van. Tehát mi gyakorlatilag, nekem is van egy ilyen tételem, vagy gondolatom, hogy minden emberi probléma, az kommunikációval megoldható, ha hajlandó vagyunk leülni, beszélgetni, akkor nagyon hamar föl tudnak oldódni a dolgok, ha megosztjuk a belsőnket, ha csak a véleményeket ütköztetjük, tehát nem magunkról beszélünk, hanem hogy mit gondolunk a világról, az gyakran véget nem érő vitává alakul. Ott nem lesz. Ez a V5. A V5, ahol csak a világról alkotott elképzeléseinket, tehát racionális elme, cseréljük vagy ütköztetjük. A V6 ott kezdődik, ugye amiről te is beszéltél, mint empátia, hogy kapcsolódás, és a belsőnkből osztunk meg. Azért is téged is így piszkálgatlak a belsőd megosztásával, mert minél inkább megosztunk a belsőnkből, annál inkább azt érezzük, hogy tulajdonképpen baromira ugyanolyanok vagyunk, emberek vagyunk. Az emberségünkben, az emberi mi voltunkban találkozunk, és valahogy kicsit ezt láttam, én megnéztem ezt a riportot, amit mondtál, ezt a Gulyás Mártonos filmet, hogy kicsit V5-V6 kombó volt, tehát azért nagyon sok részben arról szólt, hogy egyáltalán a eszméinkről is beszélgessünk, hogy ki hogy gondolja. Ez a szabad beszélgetés, szabad véleménynyilatás, ez a V5. De bele kell hozni azt is, az élményeinkről is meséljünk. Azt jobban védjük, attól még jobban félünk, mert ugye sérülékenynek érezzük magunkat. Azt hiszük, hogy nem adhatjuk ki magunkat, mert megtámadnak. De inkább az szokott lenni, hogyha megosztjuk magunkat, kiadjuk magunkat, akkor az ösztönös emberi reakció nem a támadás, hanem a megnyugvás és a megnyilás. Ez a V6-nak a reflexe. Ez a humanisztikus. Ezt hozta be a Rogers. Aztán később a transpersonális a V7-től 10, és így állt össze a Wilberi. Ami körül tulajdonképpen együtt itt vagyunk részben. Ezen beszélgetés után egyébként, amiből még egy fél óránk hátra van, tehát még van egy jó termékeny fél óránk most, utána egy szünet után, ha visszajöttök, el fogom mondani az egész Wilberi létrát. Tehát itt lesz majd egy Wilberi létra teaching. Nem tudom mennyi az idő, de hogy utána fél órával, úgyhogy érdekelt titeket, mi ez az 1-től 10, meg miért ilyen lelkes a Lajos, meg én is. Utána ezt megtudhatjátok itt. Én ugyanúgy jártam, ahogy te,
hogy a pszichológia szakra jártam, Popper ott tanított, és azt mondtam, hogy ez nem lehet, hogy az egész nyugati pszichológia, ami a modern korban a, gyakorlatilag a papság helyett a pszichológusok vannak, ugye, hogy az ő kezükben van elakva az emberek sorsa, azt állítja, hogy kamaszkorban megáll az emberi fejlődés, és hogy csak a racionális intelligenciára redukálja az embert. Mert ugye az se áll meg egyébként, de azt úgy tűnt, hogy megáll a Piaget, és hogy én lázadtam, forradalmat akartam. Magam módján csináltam is az Integral Akadémiával a magunk szintjén, vagy hatáskörével, de hogy muszáj, hogy ezt áttörjük. És úgyhogy nekem is egy releváció volt, hogy hoho, van egy olyan modell, ami összerakja a spiritualitást, a pszichológiát, végér a szint, és az összes spirituális élményünk megérthető, és az ego fixációink viszont átdolgozandóak kötelezően. Úgyhogy még egy dologot szeretnék kérdezni, Lajos, ennek a kontextusában, hogy azt gondolom, hogy Magyarországon te egy szimbólum is vagy. Nem véletlenül pont a lovas íjátszat miatt vagy ilyen népszerű, ugyanis talán ez az egyik, nem tudom, hogy egyetlene, annyira nem vagyok jó a történelemben, ezt megmondjam, de az egyik fő fennmaradt szimbólum, amit az őseinkről tudunk, hogy ők lovas íjászok voltak, sőt ugye hátrafele nyilasztak, azzal nyertek, mint stratégia, és hogy azt gondolom, hogy te hordozol egy ilyen missziót is, talán felelősséget is, ugye, hogyha ezzel foglalkozol, vagy ezt hoztad vissza, vagy alkottad újra meg, majd kérlek fontos is, hogy melyik az igaz, és tetted sporttá, és olimpiára ajánlott sporttá, ha jól tudom, akkor ez egy óriási pozíció és felelősség ebben az országban, hogy az ős szimbólumunknak te vagy a megtestesítője. És nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a szimbólumból, ha úgy tetszik, sámánikusan, akár csatornázva, ez a szimbólum, ez mit üzen nekünk? Mi a tanítása ennek? Ez csak az ősi harcosokra vonatkozik, meg rá és a tanítványaira? Vagy mi mind magyarok hordozunk valamit a lelkünkben, viselkedésünkben, kapcsolódásunkban, érzelmeinkben, világlátásunkban, ami nát ez a szimbólum, mint jogikus nyelven szamszkára, átsugárzik. Osztozunk-e valami közösben ettől, hogy mit gondolsz? Én ezt nem látom. Tehát én nem látom ezeket a géneket, hogy mi rendelkezzünk ilyen lovasiász génekkel. Én ezt a felületet nem látom. Okay. Amit én látok ebben a történetben az az, hogy itt az előbb már elmondtam, ahhoz, hogy egy élhető társadalmat építsünk föl, ahhoz a hagyománynak és a modernitásnak harmóniába kell lenni. Tehát nem talán most, hogyha van egy misszió, akkor nyilván van a lovasiászat egy eszköz, amit én nem misztifikálnék tovább. A lovasiászat egy eszköz, de egy nagyon jó eszköz arra, hogy bemutassuk azt, hogy a hagyománnyal és a modernitással együtt tudunk élni. Értem. Ez nagyon, nagyon fontos dolog, tehát te, mint pszichológus, egy ember számára is, hát a tapasztalatai, az életút, amit végigjár, tehát valahogy felépül egy psziché, azokból a traumákból, pozitív élményekből valami összerakódik, hát ezek vagyunk mi gyakorlatilag, és ezek nélkül, az élmények nélkül szerintem nagyon ezeknek az élményeknek a helyes alkalmazása, helyes analizálása, tehát hogy van jó élményem, rossz, tehát hogy nagyon fontos például az, hogy egy élményről tudjam, hogy az rossz. Aha. Hogy egy élményről tudjam, hogy az jó volt. Nem összességében vannak élmények, mert valahogy bennünket ezek nagyon meghatároznak, és nem nagyon látjuk magunkat. Tehát szerintem sokkal jobban lát egy ember egy másikat, mint saját magát, olyan szinten vannak lefedve, mert mi mit csinálunk? Valamit csinálunk. És mi azt hiszük, hogy azért csináljuk azt, mert ezt úgy kell csinálni. Közben meg nem azért csináljuk, mert úgy kell csinálni, mert azt szoktuk meg. És ez nagyon sok esetben rossz közben. Egy párkapcsolat, ugye itt van ez a transgenerációs történet is, hogy párkapcsolati modelleket cipelünk tovább. Hát a szüleim azok így éltek.
Hát boldogtalanok voltak, az igaz, de hát így éltek, ez a szerelem, tehát ez így néz ki. Mi a szerelem? Hát ez, szenvedés. Ez a szerelem. Hát nem az, neki az, mert ő azt viszi tovább. Tehát itt, hogyha az ember belemegy ezekbe a kotorászásokba a saját lelkével, akkor ez egy soha véget nem érő történet. Nagyon fontosak szerintem a lelki teheltételek. Tehát nagyon fontosak azok a lelki tehertételek, amikbe úgy megyünk bele, tehát hogy ne ugorjunk bele a folyóba, anélkül, hogy nem tudunk úszni. Tehát ezt tanuljuk meg úszni, és akkor utána ugorjunk be a folyóba. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen kapcsolat létrejöjjön a Gulyás Márton meg köztem, ehhez két érett személyiségre van szükség. Hát ez nem úgy van, hogy akkor most mindenki menjen és kapcsolódjon össze, mert a összeveszés lesz a vége, vagy a frá, ha nincsen fölkészítve. Tehát ezek a motivációs trénerek, szegény emberek, ezeknek az a problémája, hogy ők egy üzleti stratégiát visznek. Értik? Egy üzleti stratégia, aminek a motivációs trénerek nagy része maga lett a termék. Tehát általában úgy indul, hogy egy terméket pörget, és ez a termék jól fut, és rájön ő arra, hogy végülis ő maga a termék, hogyha ezeket a szlogeneket viszem tovább. Csak iszonyatos veszélyes, mert ezek nagyon személyre szabott történetek. Tehát nem lehet beugrasztani, hogy most mindenki hívjon föl egy távoli univerzumot, és akkor lássa vendégül. Hát nem biztos, hogy lelkileg erre föl van készülve. Ez nem ez a sztori. Egy motivációs trénernek ez nem okoz gondot. Ő ki tud adni olyan vezényszavakat, hogy szeretem magam, hogy a boldogságot lehet tanulni. Tehát éppen az, ami az üzletnek megfelel. De mi ettől sokkal bonyolultabbak vagyunk, és ezért én azt mondom inkább, hogy a Dabner. Tehát, azt mondom inkább, hogy a Gánti Bence. Mint egy motivációs tréner, mert azok nagyon nagy károkat tudnak okozni. Ha csak nem gyónna meg bűneit, és aztán iratkozik be az integrált pszichológia. Azért a felvétel nálunk nem ilyen komoly. Gyónás nélkül is lehet jönni. De hogy visszatérve Lajos a ezen eszmefuttatáson előtti felvetéshez. Jó, csak bocsánat, értjük, amiről beszélek, ugye? Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy most kapsz egy feladatot, és akkor menjen neki, hanem úgy van, hogy érett vagyok erre a feladatra. Igen, meg kell és ha érett vagyok a feladatra, akkor ez a feladat végrehajtásra meg fog erősíteni. Ha nem vagyok érett a feladatra, össze fog törni ennek a feladatnak a végrehajtása. És ez nagyjából mindennel így van. Tehát kell mindenképpen egy felkészülési szakasz, és hogyha megvan. Mert minden, ami a jó esetben az én személyiségem, most itt az előbb levázoltál egy olyan világot, hogy itt le kell ülni elbeszélgetni emberekkel. Hát nem tudunk leülni elbeszélgetni emberekkel, mert nem azon a szinten vannak. Tehát lehet, hogy az az ember, akinek én nyitok, ezt a nyitottságot, ezt a gyávaságnak fogja élni. Ezt a nyitottságot ő egy támadási felületként fogja megélni. Értitek ezt? Tehát nem úgy van, hogy én most oda megyek, kinyitom, leteszem a pajzsot, a kardot, és akkor át akarom ölelni, az meg leszúr, mert ő meg nincs ezen na, a ez szinten. Ez, amit mondasz, ez a V3. Ez a V3, így van. Igen, így van. Ami Kabulban történik jelen pillanatban, van, az a szintiszta V3, Afganisztán. Hát a demokrácia export. Tehát, hogy kimegyünk a demokráciával, de hát ezek az emberek, ők nem járták végig azt az utat, nem összedöntöttek ott minden, pedig azok... Most megyek Iránba két hét múlva pályát átadni. Ezek nagyon az idén Szaúd-Arábiába voltam. Nagyon érdekes, amikor... Lovas pályát átadni. Igen, lovas pályát, igen. Tehát ezek a társadalmak nagyon érdekesek, hogy onnét megy. Uh-huh. Tehát egy ilyen társadalom, ami egy ilyen V3-ason van, társadalmi szinten. És ott, V4-es. Ott hogy látják a lovasi jászatot, és miért pont ez a sport, aminek ennyire örülnek, és integrálják, pályát építenek? Szaudi király, a kormány meghívására voltam kint a World Cup-en. A World Cup az a világ legnagyobb lóversenye, ahol 30 millió dollárt osztanak szét. Ez most volt márciusban.
hát, február. Február-március, ez valahogy pont illetve. Találkoztunk a reptéren, mikor odautaztál. Az mikor volt akkor? Na, február vége. Február vége? Na, összefutottunk a reptéren. Na, és akkor hát én egy a világ különböző részéről meghívnak 1000 embert, tehát oda nem lehet jegyet venni és bemenni, hanem meghívás alapon lehet bemenni, mert ez egy ilyen protokoll dolog. És akkor a protokollnak megfelelően bemutattak két hercegnek, ott voltam egy darabig, de Isten igazából nem az én közegem és a környezetem, és kimentem Riádtól egy olyan 150 kilométerre a sivatagba, ahol mindenki ismert. Mert a YouTube felvételeimet nézve kezdtek lovasi jászni, és megépítették a pályát, és ennek valahogy híre ment, hogy ilyen ott kimegyek, és akkor engem majdnem beledőltem itt a kardba. Vigyázz, nehogy beledőltem. Mikor maradj a nyerekben. Így van, mikor én ott megjelentem, akkor már egy ilyen ovációval fogadtak, és akkor egyik oázisból vittek a másikba, hát ez egy ilyen döbbenetes élmény volt, és aztán én meghívtam a szaudiakat. Nagyon-nagyon izgalmas dolog az, amikor ekkora kulturális különbségek vannak, és ezeket át kell lépni. Én a 90-es évek közepén Japánban tanultam zenijászatot, és ott a Mr. Kaneko, a Takeda iskolának a vezetője, Yabusame, ő lovasi jász volt, akkor volt 72 éves, és én kértem a kinti mesteremet, hogy én a Mr. Kanekóval szeretnék találkozni. És hát mindent megtesznek, hogy találkozzunk. És akkor én kérdeztem másnap, hogy na, mikor? Hát ugye én nem tudtam azt még akkor, hogy hát ilyen nincs, hogy másnap én oda megyek, és megkérdezem, hogy akkor mikor, mert ez Japán. Tehát ez nem az, de én minden nap mentem, hogy na, ezért fogad. És mindig mosolyogtak, és mindig mondták, hogy Mr. Kaneko nagyon elfoglalt. És hát két hétig én kint voltam, és a Mr. Kaneko annyira elfoglalt volt, hogy nem tudott fogadni, majd egyszer csak szóltak, hogy menjek. És azt nem felejtem el, azt a hangulatot, ahogy a két mester becsöngetett a Kanekónak a lakására. Ez egy kis földszintes ház volt, ami azért ott egy nagy szó. És a 70 éves felesége nyitotta ki a kaput. És itt megláttam ezt az idős asszonyt, és akkor a következő kép. Most az idős asszony vagyok, jó? És én ott állok. Ott állok a kapuban, és ez az idős néni 70 évesen leteszi a homlokát a földre. Miről szólt ez az egész? Hogy ezt a barmot fölkészítsék arra, hogy találkozzon egy ilyen tradicionális, hogy ne legyen teljesen hülye. Hát én olyan zavarban voltam, hogy azt nagyon nehéz leírni. És akkor nagyjából ez így ment. Ugyanis a fogadás az, hogy a saját kultúrájába fogadott. Igen. Na de hát én az ő kultúrájukat nem ismerem. Tehát én olyan zavarban voltam, hogy ezt nem tudom elmondani. És így mentünk végig ezeken, akkor a Kanekónak bemutattak, a legféltettebb kincsei a Kurosawa storyboardok voltak. Mert a Kurosawa festett. Ő festette meg ezeket a storyboardokat, és attól voltak jók a Kurosawa filmek, hogy ott csak szamurájok voltak. Ott hogyha a több danos, ha csak a karddal vágni kellett, ez egy több danos mester volt, vagy kellett lőni, és a Mr. Kaneko is fiatal korában, az 50-60-as években mentek ezek a filmek, még ő is szereplője volt, ott volt a házi múzeumok, és egy idétlenkedés vette kezdetét, hogy én próbáltam nagyon japán lenni, amikor nagyon nevetséges voltam, a Mr. Kaneko próbált ilyen nagyon laza európai lenni, amitől szintén nagyon nevetséges volt. Szóval ezek ilyen nagyon, tehát ha nincs a nagyon nagy tisztelet, akkor ez egy, vagy egy kabaréba fullad, vagy egy tragédiába fullad egy ilyen találkozás. És ugyanez a helyzet mondjuk egy Szaúd-Arábiával is. Igen. Tehát ahol bemész, és ott nem ha te nagyon tiszteled azt a kultúrát, akkor a töketlenkedésedet elnézik. De ha te ott játszod az agyad, és ott jössz-mész, na ott szerintem ott vége van. És azért én láttam egy-két ilyen helyzetet, hogy nem úgy kezelték, ahogy kellett volna. Na hát ilyen a... A tisztelet az egy érték az ősiségből. Hát nézd, ami kiveszik, ugye, és itt a filmben is beszélek arról, hogy mi jogilag próbálunk szabályozni egy olyan világot, amit csak erkölcsileg, morálisan lehet. Hát a jog ma ott tart,
a jog, ami alapvetően egy stílfűrész, és hogyha én egy társadalom szobrát meg akarom faragni, akkor azt stílfűrésszel nem tudom, mert ott a finom vonásokhoz szükség van a csiszolóvászorra. Uh-huh. Az a morál. Igen. Az a morál. Most a morál, az tűnik el. Uh-huh. Ugye? Tehát az erkölcs tűnik el, a morál tűnik el, és mindig valami jogi dolog van. De hát a jog az egy primitív eszköz. Uh-huh. Az erkölcs, ez egy sokkal kifinomultabb dolog. Ha jogilag nekem megadatik a szólásszabadság, és mondjuk nincs bennem tapintat, akkor az egy tragédia. Uh-huh. Nekem megadják a jogot arra, hogy azt beszéljek, amit akarok, de közben bennem nincs tapintat. Értjük uh-huh. ezt a problémát? Uh-huh. Tehát egy nagyon tapintatos embernek én megadnám a jogot arra, hogy azt beszél, amit akar. Egy tapintatlannak nem adnám meg a jogot. Na most ezt hogy tudjuk leszabályozni? Azért nem rajzolok a Mohamedról karikatúrát, mert tapintat van bennem, és tisztelem azt a vallási kultúrát, és nem akarom megbántani, még csak azt se kell, hogy tiszteljem. Ha. Nem akarom megbántani annak a vallásnak a képviselőit. Nem krikszkrakszolok Mohamedről. Szabad, mert nekem jogom aha. van. Most én élek ezzel a jogommal, és akkor krikszkrakszokat készítek róla, és aha. levágják a fejemet, és nem értem a helyzetet. Ezért beszélünk arról, hogy itt különböző igen. szintek vannak. Abszolút. Nagyon különböző szintek vannak, és itt nagyon elcsúszott a jog. Hát ugye jogosítvány csak olyan ember kap, aki vagy vezethet, akinek jogosítványa van. Ugye? Tehát azon végigmegyünk egy stáció. De ha én egyszer azt mondom, hogy szólásszabadság van, akkor mindenki azt pofázik, amit akar. Független attól, hogy érette, tapintat van ebben, képes-e fölmérni azt, hogy milyen károkat csinál. Tehát most nagyjából egy ilyen szituációban vagyunk. Nagyon fontos felhívni az emberek figyelmét az erkölcsre, nagyon fontos a morálra felhívni a figyelmet, mert egy társadalom nem tud működni enélkül. Sokkal erősebb szabályzók, mint a jog. Mi kevés jog, magasabb erkölcsiség. Igen. Tulajdonképpen megfogalmaztad azt az integrálban, amit az integrál szemléletben gondolkozol, hogy az adott szinten lehet az adott szinteket megvalósítani. Tehát nem igaz az, hogy mindig minden körülmények között hitelesen lehet, vagy kell beszélni, V6. Korai V6 mindig hitelesnek kell lenni. Ezt azért fontos elmondanom, mert akik ide jövünk az Awareness-re, valószínűleg azért jövünk, hogy önkifejezzünk, önmagunk legyünk, kitörjünk a sémákból, ugye, és hitelesek legyünk. És ennek a korai szakaszában szeretnénk mindig hitelesek lenni, mindig igazat mondani. Ha olyan emberek körébe tesszük ezt, akik erre fogadók, akkor ez kánoán. De ha olyan ember előtt kezdesz hitelesen vallani, aki téged támad, utál, sakba tart, manipulál, akkor a hitelessé válásod óriási csapda, mert meg fog enni vacsorára. Ezt integrálban úgy fogalmazzuk, hogy a V6, korai V6-ot nem lehet V3-an csinálni. Tehát nagyon intelligensen fel kell mérni, hogy Kabulban nem önismereti csoportozunk, hanem ugye életeket mentünk, vagy elkerüljük a robbantást, és ott önismereti csoportozunk, és nyitjuk meg a belsőnket, ahol biztonságos védett tér van, tehát ez is a pszichoterápia alapja, hogy a raportnak hívjuk, az összehangolódás biztonság megadását. Úgyhogy muszáj, hogy legyen egy többszintű integrál szemlélet, ahol átlátjuk, hogy melyik szinthez mi tartozik, és úgy kezeljük. Nagyon tetszik ez a gondolatod, hogy a szólásszabadsághoz oda kell növeszteni a lélektani érettséget, a tapintatot. Hát nem, de érted a világnak a tragédiáját. Értem. Tehát van egy sejtem. Tehát van egy társadalom, igen. aki nem érett. Ez így van. Aki nem érett aki arra. Vegyes, aki nem, így van. Igen. De összességében a társadalom igen. nem érett arra, hogy vég nélküli kritikákat fogalmazzon meg. Aha. De megadom neki a lehetőséget. Tessék, miért? Mert demokrácia van, vagy jog uh-huh. van, tehát sokkal nagyobb szerepet kellene betölteni ennek az integrál pszichológiának a társadalomba, és egy kicsit el kéne beszélgetni azokkal az emberekkel, akiket ezeket a törvényeket hozzák, és elmondani nekik, hogy értjük a szándékot, meg tényleg teljesen jó, de most még ezek nem tartanak ott. Uh-huh. Hogy először dolgozzunk a tapintaton, és uh-huh. akkor de miért nem fogja ezt csinálni, mert azon nagyon nehéz dolgozni. Ha megengednek egy történetet az őszinteségről, jó? Egy képviselő vidékre érkezik, ahol várja a falu apran a nagyja, ott van a polgármester is, és hát nyilvánvalóan a képviselő arról próbálja meggyőzni ezeket a vidéki embereket, hogy ő a legalkalmasabb arra, hogy őket képviselje, mert ő bármit el tud intézni.
Polgármester úr, van-e valami, ami ebben a faluban nincs? Kérdezi a képviselő. Polgármester mondja, hogy nézze, képviselő úr, két dolog nincs. Hát az egyik az, hogy van itt ez a gyönyörű, szép rendelő intézet, de nincs benne orvos. Na most nézze, fölveszem ezt a telefont, drága polgármester úr. Szervusz Gyula! Itt vagyok, tudod, Nógrád megye, persze, hát nekem a mindenem ezek az emberek. Tudnám segíteni, bármit megteszek, bármit kérhetsz cserébe, de az kellene ezeknek az embereknek, hogy legyen itt egy orvos. Tudnál segíteni? Na, hétfőn itt van? Hát, egy tündér vagy. Bármiben számíthatsz rám. Köszönöm szépen. Polgármester, mi a másik dolog, ami nincs? Térerő. Szerintem... Vége. Ha még... Na, még én is betennék egy utolsó hitvallást, ha megengeded. Az Eckertal betegséghez, tehát hogy lehet a kulturális kultúránkat fejleszteni. Én ebben közösnek érzem a te munkáddal az enyémet, a miénket, hogy én azért hoztam létre ezt az iskolát, hogy a magyar kultúrát áthangoljuk. B6-ra. Tehát, na jókor mondja. Itt ülök már másfél órán. A végére hagytam, hogy itt maradjál végig, hogy jó vagy. Át lesz hangolva. Így van. De hát persze nem úgy, hogy mindenkit, hanem hogy növeljük azt a réteget nyilván, ami terjedjen az a kultúra, amelyik ugye toleráns, meg belsejét megosztva kapcsolódó, figyelmes, személyiségében érett, személyiségfejlesztő érésre van szükség. És azt gondolom, hogy azt nem lehet csak előadással, beszélgetéssel, hanem gyakorlatokkal és belső munkával lehet. Úgyhogy én reménykedek, tehát hogy én nem pesszimistán látom se a jövőt, se Magyarország kultúráját, hanem azt látom, hogy ez egy elkerülhetetlen evolúciós folyamat. Ez egy evolúciós folyamat, ami zajlik. Ugye az egész Wilberi létre az evolúció szintjeit írja le. Tehát sem én nem találtam ki, sem nem Wilber, hanem gyakorlatilag le van írva az evolúció folyama. Ez körülbelül az az érzet, amit te a nyílt betalálásnál írsz le, hogy egy nagyobb erő, egy nagyobb valami rendezi ezt, és ezért gyakorlatilag, ha annak szolgálatába állunk, akkor segítjük. Ugye tudod, hogy én szervezek egy nemzetközi konferenciát is, az Integral European Conference, az IEC-t, amit 2014-ben hoztam létre egy német barátommal, és az világkonferenciává vált, tehát már az egész föld ide jár erre a konferenciára, az integrál világ. És gyakran mondják, hogy szerintük az integrál még nem elég elterjedt a világban. Én az ellenkezőjét látom, szerintem baromi jó tempóban terjed ez a kultúra, és mert szoktam kérdezni, hogy mikor lenne elterjedt, hogyha a CNN már így beszél, hogyha a híradó már ezt mondja, hogyha a parlamentben azt látjuk, hogy mindenki ölelkezve sírva megosztja a belsejét, és kreatív flowból kitalálják a következő törvényt, amit lecsatornáznak, hogy 10 milliónak jó lesz. Én ezt egy kicsit odébb raknám még, és közben egy-két lépést, ha berakunk, az pont jó. Tehát, hogy ez volt az egyik váltás, a korai V6 a postmodern New Age, a késői V6 a post-postmodern integrál. Az a különbség, hogy a 90-es évek 2000-ig körülbelül azt hittük New Age-esként, hogy mindez a szuperkapacitás meg fog valósulni 2000-re, vagy 2012-re. Mindig kicsit odébb toltuk a világ végét, vagy a világkorszakváltást. Ezt te is átélted, meg én is, ugye a 90-es éveket. Elmaradt a világ vége. Tehát, hogy upgrade-elni kellett a szemléletet, és így jött létre az integrál, hogy nem rögtön lesz telepatikus társadalom, és levitálva utazgatás, és csatornázott parlament, hanem megvannak a szintek, amiket be kell járni. Úgyhogy gyakorlatilag ezt segítjük itthon, a magyar kultúrában. Én azt gondolom az integrál pszichológiáról, hogy igazából az értékeli, aki már lépett úgy emeleteket, hogy azt az érzést nem tudta hova tenni. Igen. És amikor találkozott az integrál pszichológia, most a saját magamról beszélek nyilvánvalóan, de rengeteg ember van a környezetemben, hogy megkapta azt a koordinátarendszert, hogy igen. Mert addig, hát azért az integrál pszichológiát megelőzően bennem nem állt össze a kép, és ez egy eléggé komoly zavar. Abszolút. Az, hogy most tudom, hogy
az egy nagyon szép személyiségfejlődés volt, látom ezeket a korszakokat, de a Piaget-i ötszintes háznak megfelelően ugye ennek nem voltak emeletei, és nem nagyon, nagyon érdekes dolog ez, mert úgy nem építed be, tehát nem építed be, a nem válik annyira a személyiséged, de a lényed részévé, hiszen nem tudod azt, hogy most ez mi. Igen. Viszont hogyha megvannak ezek a szintek, a szinthez nagyon pontosan hozzátartozó dolgok, akkor itt akkor tudom, akkor én most itt vagyok, és akkor még hozzá is tudok tenni dolgokat, tehát el tudok igazodni. Mondom, enélkül a koordinátorrendszer nélkül 21. századi embert nem tudok elképzelni. Tehát meg a világot sem fogja megérteni. Tehát nem fogja megérteni a világot, mert most a nagy nyitáson, mindig amikor van egy ilyen nagyon nagy világkorszak, ott rengeteg negatív dolog van. És itt most szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a másság elfogadása, szerintem ez a hatos szint alapvetően, tehát más embereket, tőlem nagyon eltérő embereket el tudok fogadni. Viszont a hiba az, amikor piedesztára kezdenek emelni. Túlhangsúlyozás. Igen, tehát most nem az van, hogy elfogadom, hanem ő már jogok és nem tudom micsoda, és itt szerintem ebből rengeteg feszültség lesz, előtte vagyunk ennek a dolognak. Így van, tehát ezt meg kell élni, hogy mi az, hogy V6, és mik ennek a buktatói vagy erősségei. Na hát akkor erről 20 perc múlva 5-kor lesz itt előadás, várlak vissza benneteket, ha van kedvetek. Neked meg nagy szeretettel megköszönjük, hogy vendégünk voltál, köszönjük Lajos, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!